Williams Televízió. A Pécseli önkormányzat által beadott 30 pályázat egyik első eredményeként befejeződött az első világháborús hősi halottak tiszteletére állított Kálvin téri emlékmű felújítása. Az ünnepségen az Ossó János fúvós zenekar működött közre, és a város polgármestere mondott beszédet. Örömmel jelentem, hogy a beadott közel 30 pályázatunk egyik nyeresége ennek az emlékműnek a megújulása, és reméljük, hogy ennek még a közeljövőben további folytatása lesz. Magyarország egy véráztatta kis nemzet. Mindannyian ismerjük a történelmünket, és mindannyian ismerjük történelmünk tragédiáit. Az első világháború is egy ilyen tragédia volt, ahol megszámlálhatatlan magyar halt meg, áldozta életét a hazáért, és alapvetően értelmetlen háborúért, mert minden háború értelmetlen, és ezt nem én találtam ki, minden háborúnak csak vesztesei vannak. Nekünk, mostani generációnak kettős a felelősségünk ebben a dologban. Az első felelősségünk az, hogy mindig megőrizzük és továbbadjuk hőseink emlékét, neveljük a gyermekeinket, tanítsuk nekik a történelmet. Ennél nagyobbnak tartom a másik felelősséget, hogy egy olyan jövőt teremtsünk, hogy semmi, sem gyermekeink, sem unokáinknak ne kelljen ilyen emlékművek oldalára kerülni. Én azt gondolom, hogy ezen dolgozunk mindannyian, és hogyha mindannyian dolgozunk rajta, akkor sikerül megőrizni a békét. A polgármester után a történelem tanár emlékezett, amikor azt mondta, hogy édes és ékes dolog a hazáért meghalni, de még inkább élni azért. Amire most emlékezünk, az az esemény volt, ami oda vezetett, hogy megcsonkították hazánkat máig terjedően. Akikről az emlékkő megemlékezik, azok mindent megtettek, hogy ez ne így történjen. A kötelesség teljesítést végsőkig vitték, úgy értelmezték, hogy ha most az a dolguk, hogy halljanak, akkor meghaltak a hazáért. Dulce et decorum est pro patria mori, mondja a latin mondás, édes és ékes dolog a hazáért meghalni. Hozzátehetnénk, még édesebb és még ékesebb a hazáért élni. Az ő áldozatuk erre kötelez bennünket, akik itt vannak felsorolva, régi péceliek, parasztok, polgárok, iparosok, utódaik ma is köztünk élnek. Ők azért adták az életüket, hogy többé ne kelljen a halált adni az életért, hanem életet lehessen az életért adni. Az egyszerű emberek kötelesség teljesítése ebben a háborúban éles ellentétben állt a vezetők kötelességének elmellőzésével vagy rosszul teljesítésével. Néhány dolgot szemléltetésül csupán. A magyar királyi közös és honvédsereg ágyúi 4000 méterrel rövidebben hordtak az első világháborúba, mint az akkor civilizatórikusan elmaradt Szerbia ágyúi. 4000 méter különbség volt. Az osztrákokat 1848-49-ben jó néhányszor megvertük. Az osztrákok tanultak belőle, csak rosszul. Mert ők úgy gondolták, hogy ha akkor a szuronyroham volt az eredményes, meg a lovasság mindent elsöprő rohama, akkor most is az lesz. Csak hogy közben megjelentek a hadszíntereken a sorozatlövő fegyverek. Veres Péter írja, hogy az első évek értelmetlen rohamaiban egész évfolyamok színe virága omlott a földre. Akik később, ha éltek volna, gyarapították volna. Népünket, országunkat, mind a kettőt együtt. A Népség Légionalás polgármester és jegyzője elhelyezte az emlékezés köszönjük.